elindult a verseny, jól kezdett benne a falon Brian, és Brian elmegy vezetni, mellette pedig ott van Tempo. Brian Tempo kettőse diktálja az iramot, a tempót, kívül pedig jön Bergspitz. Bergspitz a harmadik pozíciót fölvállalva, erősen púlózva fölmegy a vezető lovak mellé, a jó közepes az iram, de hát 2200 méteres távon nem is nagyon kell rohanni az elején. A fal Brian-é, mellette Bergspitz, Tempo, majd pedig Misi Bell. Ez az első négy ló sorrendje, a mezőny végén Flower of Paradise, mellette pedig piros sapkában Prairie Lady színei tűnnek föl. Továbbra is közepes az iram, Bergspitz pedig most már elmegy vezetni. Bergspitz az élen, de hát lovasa szinte a ló nyakán, marján ül. Lehet, hogy itt is valami szerszám probléma lehet, minden esetre mögötte szépen föl fog majd torlódni az teljes mezőny. Bergspitz tehát az élen, mögötte Brian, Bergspitz, Brian, és mögöttük Tempó szünét ünnek föl, de hát a többiek csak utaznak, miközben teljesen elmozdult szerszámmal próbál a lovas Fézer Ramona fönnmaradni, és nagyon jól teszi a lovas, hogy kijön a falról, mert komoly gondjai lehetnek majd, a mezőny pedig szépen majd utol fogja érni, így aztán elkerüli a baleset veszélyes szituációt. 1000 méter van még hátra a versenyből, nagyon sok van még, tehát mindig hátra, és hát olyannyira lassú a tempó, hogy szinte támaszték nélkül versenyző Bergspitz még mindig ott van a frontban, mellette jobbról-balról galopoznak a többiek, ott van Tempó kívül, belül a falon pedig továbbra is Brian. Brian, Tempó és Bergspitz, nagyon érdekesen alakul Bergspitz versenye, nem lehet irigyelni a lovast, Rézer Ramónát, aki még mindig a frontban van, a ló nyakán ülve, akrobatikus mozdulatokkal bemutatva. Nagyon szépen együtt még mindig az egész mezőny, de az igazi verseny csak most fog elindulni, amikor a befutóra fordulunk. Misi Bell és Jaroszláv Linnek kívül fordul, és akkor komoly előnyre tehet szert, nagyot fog kívül kerülni, illetve majd jön Sumatra. Sumatra van kívül, belül Misi Bell. Misi Bell belül jön Linnekkel egész pontosan, a tréningtárs Sumatra jön kívül. A távolszopnál még mindig Brian az élen, azonban Linek most indítja el Misi Bell. Misi Bell lépésről lépésre jön, Brian szívósan védekezik, és az utolsó 50 méter fog dönteni. Misi Bell Linekkel megnyeri a versenyt, mögötte pedig Brian a második, és hát óriási bravúr, hogy lejött Fézer Ramona a többiekkel, nagyon-nagyon szorosan, Sumatra pedig a harmadik.